Kezi csókolom, jó napot kívánok, sziasztok! Nagyon nehéz időszak ez most mindannyiunk életében. Ahhoz, hogy a lehető leghamarabb keresztül vészelhessük, a legfontosabb, hogy óvjuk saját és ezáltal a környezetünk egészségét. Nem könnyű a bezártság, de hasznosan is tölthetjük ezt az időt, és lazíthatunk is otthonunkban. Végezzünk házi munkát! Nálunk a kutya is home office-ban van. Segítsünk gyermekünknek a házi feladatban. Pihenésképp hallgassunk zenét. Én az egyházi zenét szeretem. Vagy ígyunk egy házit. Dolgozhatunk a kertben. A kocka elmondani. De ne felejtsünk el lazítani, szórakozni. Fontos, hogy csak a legszükségesebb esetben mozduljunk ki otthonról. Ha el kell mennünk bevásárolni, figyeljünk a környezetünkben élő idősebb korosztályra is, hisz ők a legveszélyeztetettebbek. Vásároljunk be nekik is, és ne feledkezzünk meg a kellő védőfelszerelésről. Húzzunk maszkot, kesztyűt. Hazaérkezéskor pedig mindig mossunk alaposan kezet. Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra.